mindenkinek. Hát nem lett levágva most a szőrzetem, mindig. Szóval csak egy rövid bejelentő, nem hiszem, hogy már a stream eléggé le vagyok harcolva, már mint így fáradtságilag. Úgyhogy én ma már nem tervezek streamelni, viszont holnap lehetséges, hogy lesz egy kis horror. Na de a lényeg, gyerekek, meg lett véve a setupnak a fele, már csak a ramok hiányoznak, hogy ez meglegyen. A ramokat azt mondja, hogy jövő hónapban fogom megvenni. Kinéztem egy gigabyte, 32 gigabyte aurós ramokat, de nem tudom, hogy meg lesz, még a csávó árulja, majd meglátjuk. Beszéltem ma a processzor eladóval. A gyerek az 99 óta csézett, és még jelen állapotban is csézik. Ha jól hallottam, egy ilyen 500 Hz-es monitorja van, és azt mondta, hogy tehát direkt megkérdeztem tőle, hogy akkor ennél nagyobb processzort nem érdemes, mert ez a legnagyobb csúcskategória. Azt mondta, ez a csúcskategória. A Ryzen 7 7700X, tehát ennél nagyobb kategóriás proci nincs. Illetve hát van, csak az meg felesleges. Meg... úgyhogy megvan a proci, de úgysem ebben a hónapban lesz beszerelve, hanem majd a kövi hónapban, mikor majd a RAM-ot is megveszem. Jelenleg ott tartunk, hogy van egy fél konfigom, ami majd jövő héten jön, ha minden, de az is lehet, hogy még ezen a hét pénteken megjön mind a két cucc. A proci is, meg a lap is. Ez egy olyan lap lesz, amihez kapogni fogok elvileg egy külön wifit. Na most, a terv az lesz, hogy megpróbálom a wifit, úgy lesz befogni a wifi elét a sima PC-vel, mert ha sikerül, akkor lehetséges, hogy külön netem lesz. Nem vagyok ebben olyan hű, de kurva biztos, de lehetséges, hogy külön lapja, külön rapra fog rá csatlakozni a wifi, és ott a wifi, külön wifi-ra fog rá csatlakozni az alaplap, ami azért is lesz jó, mert hogyha például a szüleim suriznak, akkor én úgy fogok tudni streamelni, mert nekem egy külön eszközről fog bejönni az internet. És meg kurvára mondom, hogy egy netről megy minden. Úgyhogy ha megoldható lesz, én ennek majd utána fogok járni, hogy külön wifi-re rá tudjon csatlakozni ez a laplap, és akkor nem kell majd ezzel az FPS, vagyis hát ezzel a drop dologgal baszakodni. Összvész egyébként a kettő dolog volt nagyjából 200 ezer. Még 250, hát mondhatni 250 inkább, szóval nem volt egy olcsó mulatság. És ebből még konkrétan a jövő hónap havi fizú negyede el fog menni még a ramokra is, mert igazából ez is ilyen 60 ezer forint lesz, vagy mennyi. Szóval elmondhatjuk azt, hogy sikerült megépíteni megint egy ilyen atom erőmű PC-t. Tehát a konfigom az most már teljesen AMD lesz, totálisan. Nézegettem az Intel procikat is, de azokkal meg az a baj, hogy túl vannak árazva kurvára, és pont ezt beszéltük a fiúval is egyébként, de egyébként a processzorok nem túl lettek árazva mostanság, és én pont egy olyan időszakban írtam rá, amikor még a proci 120 ezer ér volt meghirdetve. És így odaadta nekem 120 ér a 7700X-et. És ez nem egy gyenge processzor, egyébként az kurva erős. Úgyhogy, ja, igazániból Minecraft lesz terben, haha. Mégis fogom venni eredetiben Minecraftot, csak mondom, hogy ami. Aztán, ja, várom a kövi hót. Megint majd 4 hét eltelik. Megint majd jön,
aztán majd faszánytosan meg tudjuk venni a ramokat. Úgyhogy ja, majd aki kíváncsi, hogy miért vettem igazából ekkora erős PC-t, mi saját egyedileg összeállított, annak majd megválaszolom miértjét. Na csomi.